Hát a Magyar Napló könyvhétre most elég sok könyvet jelentett meg, akinek új könyve jelent meg, ugye Ferdinándi Györgynek a Francia asszony című könyve, akkor Íj és Gyula ugyan nem akadémikus, de az akadémiának van egy Íj és Gyula díja is, tehát Íj és Gyula a kéziratban maradt regénye az ítélet előtt, az is most adtuk ki könyvhétre. Akkor hát Kontra Ferenc Angyalok regénye című könyvére azért szeretném fölhívni a figyelmet, mert Kontra Ferenc a délvidéki irodalom jelenlegi egyik legjelentősebb képviselője, annak ellenére, hogy mondjuk viszonylag kevés figyelem terelődik a munkáira. Aztán ugyan nem akadémikus, de Berta Zsoltnak a Kalev című regénye, ami a moszkvatéri huligánokról szól, akiket annak idején a rendőrök üldöztek. Ez egy vastag, nagy kalandregény tulajdonképpen erről a korszakról. Mondjuk ezeket tudnám ajánlani, és akkor a fiatalabbak közül Marosi Gyulának is szeretném felhívni a figyelmet, neki is megjelent a Dunánál című regénye, Majoros Sándornak az Eperfa 8. gyökere, ami egy picit korábban, mint a könyvhét, de azért ezt is most említsük meg. Akkor hát Mezei Katalinnak az Ismernek téged című könyve, az én könyvem is végül, ha már én beszélek, és a fiatalabbak közül Papfür János és Türjei Zoltán versei jelentek meg, valamint Jankula úr a drámája a Petrás Ince Jánosról. Ez egy ilyen tanító dráma a nagy Csángó tanítóról. Úgyhogy ezeket tudnám kiemelni. Akkor a esszék közül ugye Vasadi Péter esszéi jelentek meg, ez is könyvheti könyv. Hát a könyvhét mindig egyik fókusza a mai magyar irodalomat megjelentető kiadók erre a pontra koncentrálnak, és a legtöbb mai magyar irodalmi mű ilyenkor jelenik meg. Most hát a könyvhetet nem akarom kritizálni, de mondjuk a Supka Géza látomásával szemben azért egy kicsit háttérbe szorulnak a mai magyar írók, mert ez ilyen nagy ünnepi könyvvásár, ahol ugye hát minden jelen van, és azért az irodalom nem játszik főszerepet, de még mindig ilyenkor vetül rá a legtöbb figyelem, úgyhogy meg kell becsülni. Tehát ez a Közel című regény számomra egy elég fontos könyv. Ezt 45 évvel ezelőtt kezdtem írni körülbelül, és kb. 5 évig írtam annak a halvány reménye nélkül, hogy ez az én életemben megjelenik valaha is. Tehát ez egy elég furcsa elhatározás volt. Valaki meg is kérdezte, hogy hogy lehet ugye ilyen sok lapot összeírni, hogy az ember nem számít rá, hogy valaha valaki elolvassa, vagy megjelenik ez a könyv, de hát úgy látszik lehet. De nem én voltam az egyetlen, hát ugye a Várkonyi Nándornak, mit tudom én, 10 000 oldalas életműve maradt kéziratba. Az tény, hogy nekem talán annyival nehezebb volt, hogy ők, akiknek a kézirata így a kommunizmus nyomása alatt fiókban maradtak, ők már mind jelentős irodalmi szereplők voltak, és volt egy visszaigazolás mögöttük. Én meg kezdőként fogtam ehhez a könyvhöz. De akkor is, hogy szerencsére ugye úgy került mégis kiadásra, hogy miközben ott a fiókba hevert, akkor ugye Nagy László beleolvasott, és neki megtetszett, és elvitte a Illés Endrének. És Illés Endre meg mellé állt, és megjelentette, de csak az első részét, a másodikat azt eltették későbbre. Az volt az indoklás, hogy túl vastag, de hát én arra gyanakodtam, ugye, hogy az záró jelenet, ami az orosz tankok invázióját írja le, tehát Soroksáron laktunk akkor, és ez egy személyes élménye volt, hogy megindultak Budapest felé a tankok, és szinte szétdőlt a falu, úgy rázkódott minden, és engem is majdnem agyonlőttek, mert sortűzzel végig sorozták a
házakat, osztálytársaim, egyik tanárom felesége halt meg ebből a sorttűzben, nagyon sokan ott ártatlan emberek, és és én is éppen vízért mentem, és éppen úgy rántott be valaki a kapuaiba, és mire kijöttem, a vödör egy sorozattal keresztbe volt lőve, úgyhogy ez az élmény hívta elő az egész könyvet, és gondolom, szegény Illés Endre is úgy volt vele, hogy ezt azért nem akarta exponálni, úgyhogy a második kötetről már szinte senki nem is írt, csak az elsőről, és arra gondoltam, hogy hát most azért ez számomra van olyan fontos, hogy most újra kiadjuk, és hát át is kellett dolgozni, mert akkoriban, mivel nem gondoltam arra, hogy ez kiadásra kerül, és el fogják olvasni, és amikor meg ez kiderült, akkor nagyon gyorsan kellett cselekedni, meg a kettévágás elvette a kedvemet, hogy foglalkozzam vele, úgyhogy most egy 20%-kal kevesebb a szöveg, de szerintem az alapkoncepció nem sérült, sőt, talán inkább kibontakozik, mert csak azokat az ismétléseket hagytam ki, amik zavarták a téma kibontakozását.